Mai halveszélyben lesz nagy tó a hátunk mögött, de nem itt horgászunk. Lesz nádfedeles házikó. Lesz veréb. Lesz egy kuka. Egy kis tó előttünk, ahol horgászunk. És lesznek halak. Hát itt vagyunk újra, a hal még szépen rója a köröket, nagyokat rúg, pedig kapja rendesen a kiképzést, húzom, hősiesen küzdünk. Itt jön be az a dolog, nem tudom ki hogy van ezzel, ezekkel a pici vizekkel, tényleg egy hektár sincs ez a vízfelület. Azt hinné az ember, hogy ilyen helyen nagyon könnyű halat fogni és gyorsan rá lehet akadni. Hát ez már számtalan ellenpélda bizony, hogy ez nem így van. Minden, bármilyen mű tóról is legyen szó, vagy agyon telepített tóról, mindegyiknek megvan az okossága. Ennek például, az akasztónál az az egyik fő trükk, vagy legfontosabb trükk, hogy halat tudjunk fogni, hogy halibutos pelletet kell hozni. 12-es, 16-os halibutos pelletet kell hozni. Ha valaki ide girisztával, csontival, kukoricával ül le, egyrészt valószínű törpeharcsát fog fogni, másrészt pedig szinte biztos, hogy minimális egy-két kapással megúszta az egész napot. Persze ebben a tóban lényegesen több van. Előfordult már egy barátom, fölhívott, itt ült a tópart, hogy nem fogok semmit egész nap, szembe meghúzzák a halat. Mi az oka? Mondom, van pelleted? Nincs. Hát akkor mondom, nem fogsz halat. Visszajött következő nap, hozott halibutos pelletet, és 7 vagy 8 darab pontyot terelt partra. Másik része pedig még egy ilyen pici vízbe is, mint ez, valamiért vannak olyan helyek, amit a halak jobban szeretnek, mint a tó többi részét. És ha ezekre ráakadunk, akkor amíg a kollégák a karosszékben nézik, hogy mi folyik itt, és nem fognak semmit, mi a fárasztás örömének, vagy gyönyörűségének élhetünk. A mai helyválasztás egyébként borzasztó egyszerű volt, egy klasszikust idézzek. Mégpedig, ahogy jöttünk befele, láttam, hogy egyrészt a nádat nyomják a halak, másrészt pedig folyamatosan jött a pörs. Ezen a részen, ja, és ugrott a hal. Ez azért egy biztos támpont, főleg, hogy a 10 kilós halak dobálják magukat. Teljesen rendben van, nagyon jól vizsgázik ez a felszerelés. Innentől kezdve már várom, hogy lemenjek a Dunára márnázni, vagy esetleg pontyozni vele a kőláb mellett. Mert ezzel, hogy most itt kipróbáltam, hogy mit is tud, hát igazán nagy biztonsággal és nagy magabiztossággal lehet nekiállni a folyóvízi horgászatnak. Na. Sokat szórjon már vissza a hal, kapja a levegőt is. Na, talán most. Ez az, gyere bogárka. Jó. Mennyi elég is volt a levegőztetéséből. Engedem vissza, és hátra fogunk még egy nagyobbat. Meg is van! Jaj! Itt vagyunk, és fogjuk a halat. De legalábbis számomra ezeknek a
halaknak, bár rekordlistásak, közel sincs olyan értéke, most ez fogás szempontjában mondom értéke, mint mondjuk egy dunai kőruganyon megfogott hal, ami számomra az igazi értéket jelenti. Persze ennek is megvan a létjogosultsága, hát aki keveset tud vízre menni, gyakorlatilag nincs más lehetőség, vagy mint mi a mai nap folyamán, hogy szerettük volna gyorsan letesztelni a felszerelést, hogy igazán mit tud produkálni, és ehhez, jaj, te jó ég, hogy megy ez a hal. Szóval szerettük volna letesztelni a felszerelést, és nem volt időnk heteket etetni mondjuk egy dunai zátonyon, hogy a múrokat fogjunk. Arra tökéletesen megfelel, de ezek azok a halak, amit szerintem nem kéne mondjuk rekordlistán viszont látni, mert hát igazán nem nagy művészet ezeket megfogni, és nem a, bár beszéltem róla, hogy a horgásznak is kell némi ügyesség, és kell egy kis tapasztalat is ehhez a vízhez is, de itt a legkevesebb a horgász szaktudás. Így gyakorlatilag esetleg a felhőtlen szórakozás örömét lehet ezeknek a tavaknak a pozitív mérleg, a mérleg pozitív serpenyőjébe rakni. Jó, jó, de az élő az az igazi. Ezt a zsinórt egyébként, bár a Shimano-nak egy nagyon jó zsinórja, egy Beastmaster zsinór, de a mai nap után hát sajnos kukázni kell, mert ez a nagy terhelés, ahogy csúszik a gyűrűkön, az első 20-25 métert kikezdte, úgyhogy erre a négy nagy halra volt hitelesítve. Ami azt jelenti, hogy egy normális horgász, nem olyan, mint én, egész évben nyugodtan horgászhat vele. Sikerült végre park közelbe hozni a halat, és nem azért, mert ő akart idejönni, hanem most már kezd az erejével elkészülni. És azt hiszem itt is a fárasztás vége. Most már a hasát mutatja a napnak. Lehet zárkolni. Hát ezért ment ez ennyire. Ilyen szép. Szépséges nyurgaponty. Hát egy ilyen gyönyörűség után nem is tudom, hogy lehet ezt a napot még fokozni, és érdemes-e horgászni. Szerintem, mivel már baromi meleg van, túl sokáig nem is maradok. A horgászműsorok általában a hal visszaengedésével szoktak befejeződni, de mi most elköszönünk fárasztás közben, és hogy mi lesz a vége, ez legyen, amit itt mondjuk.